A Tech 2 nézők az iOcean X8 telefonnal itt a kezünkben, ami egy nagyon szép 5,7 inches Full HD-s telefon, ami, ahogy látjátok, még szép vékony és kicsit iPhone-os dizájnja van, szép fém házalit oldalt, és persze még a képernyőnek nagyon jó a minőség, és 8 mag van igazából benne, egy MediaTek Procit használ itt a X8-a, az MTK6592, de ezt mind az a Ping Digital weboldalon is megtaláljátok a speckokat, és itt látjátok is röviden még egy párat. Például az Android 4.2.2-t el tudtátok olvasni, majd lesz egy KitKat update is hamarosan valószínűleg, plusz van benne persze NFC, tudom Full HD-ban videót felvenni a szép 14 megapixeles kamerával itt a hátulján, és ahogy látjátok, üveg hátlapja van. Van persze egy kis lámpája, és hogy majd sötétben is tudjunk szép fotókat csinálni, vagy videókat. Kettő SIM-kártyát tudunk belerakni itt oldalt, csak egy szlotja van, de kettő egymás mellett elfér. Alul találunk egy micro USB töltőt, persze meg adatátvitelre, és jó meg hangszóró, mikrofon itt alul, plusz másik oldalt ki is bekapcsolom, hangerőszabályozó, és a tetején egy 3,5 mm-es jack csatlakozó. Ha megnézzük a szoftvert, hogy látjátok, szép gyorsan fut rajta az Android 4.2.2 jelenleg, majd a KitKat még gyorsabban fog valószínűleg. És ami különleges, hogyha ki van kapcsolva a telefon, akkor akár gesztussal is fel lehet ébreszteni, mint hogyha például egy C-t ide rajzolok, akkor a kamerát el lehet indítani, és akkor itt látjuk is a előlapi 5 megapixeles kamerát, ami jó minőségben itt még az arcomat is felismeri, és akkor majd még könnyebben tudunk szelfiket lőni. A hátulján a 14 megapixeles kamera, ahogy látjátok, ez is nagyon jó minőségű és gyors. Ha megnézzünk egy billentyűzetet, mint például a browserben, akkor látjuk, ez a standard Google billentyűzet, jó gyorsan lehet rajta jönni, és akár elfordítani, és elég gyorsan viszi itt a 8 mag, persze itt a készüléken. Ha belenézünk az AnTuTu-ba röviden, látjátok, van 21.000 pontot kapott itt a készülék, vagyis elég gyors, amúgy 2 giga RAM-mal, meg 32 giga belső tárhelye, elég szépen tudjuk majd minden nap pi feladatokra használni. Igazából ennyi is volt a rövid bemutatója itt az új iOcean X8 telefonnak, a Ping Digitálnál majd találtok további infót hozzá, vagy lent a linkben. Köszönöm, hogy benéztetek, nevem Gál Balázs, és legközelebb a Tech 2-nél.